Itt vagy? Hoztam neked valamit. Mit? Az én lemezem? Nem, ez nem a tiéd. Ez az enyém. Válasz a tiédre. Már ismerem a legszebb szót, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom, akkor is a színházban vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgyat, mint egy darab parazsat. Mint valami furcsa kis ékszert. Csak az enyém, senki másé. Az enyém ez a szó. Ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem érteti. Még te sem. Szeretlek. Mit gondolsz? Mikor lehet meg az esküvőnk? Karácsonykor. Csak karácsonykor. Nem hiszem, hogy előbb megtarthatjuk. Rettentő hosszú idő van még odáig. Éjszakánként itt. Így foglak tartani a karomban. És ha fürdesz, én akkor is bemehetek a fürdőszobádba. Miért nem? Mert nem. Szeretnélek úgy látni, hogy az Isten megteremtett. Most. Itt. Ide hallgass. Én leülök arra a székre. Becsület szavamat adom, hogy el sem mozdulok onnan. Csak látni akarlak. Elfordulok. Azt is megígérem, hogy vissza se nézek. Jó? Mit érsz vele? Gondolom, hogy... gondolatban, hogy lássam. Jó? Nem, nem. A veszted mind a kettőnk veszte. És ezt te már nem téped soha sem szép.
Már menni akarsz? Igen. Hová sietsz? Tudod, mindig reszketek, hogy mama egyszer utánom küld valaki. Na ne menni. Megyek. Na igazán nem megyek. Várj, elkísérlek. Nem. Jobb, ha egyedül megyek.